Jó estét kívánok mindenkinek! Különleges nap a mai. Az a megtiszteltetés ér minket, hogy a Sivananda Jóga Központ vezetője és egyik fő tanítványa a tiszteletreméltó Omkára és Prémadászima körünkben vannak. Köszönöm látogatásotokat. Felvezetőnek csak annyit, hogy Omkára életének a nagy részét szatvikus magasságokban töltötte, először repülőgépen, utána pedig a jóga járművén szerzetes éveimmel megegyező számú esztendőt töltött a Sivananda Joga Központ építésével. És számomra szívderítő és szívet melengető az, hogy a felébredés egy újabb járműve Magyarországon otthonra talált, és egy érvényes, az embereknek segítő hagyományvonal rendelkezésünkre áll, és csak csinálni kell. Nem kell 8000 kilométert utazni, nem kell hónapokat gyalogolni, itt van. És hogy mennyire itt van, és hogy mit tud nekünk adni, azt tapasztaljuk meg ma este a 90 napos elvonulás nyitó darma beszédén, és ezáltal gyarapodva, helyes motivációval kezdjük el ezt a 90 napot. Úgyhogy tisztelte felkérem Omkárát, hogy kezdje meg tanítását. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a közösségünk nevében. Sivánanda Joga közösség nevében. Örülök neki, hogy a közösségünkből is jó néhányan eljöttetek, bár két nappal ezelőtt ugyanígy együtt ültünk, úgyhogy a Sivánanda Joga közösségnek is tartott Csongan egy nagyon értékes darma beszédet, amit azóta is elemeznek, értelmezik, az utakat próbálják mérlegelni, hogy melyikben mi a jó. A Sivananda Joga közösségről néhány gondolatot mondanék, különleges ünnepi állapotban vagyunk, hiszen december 6-án megyünk föl az indiai nagykövetségre, hogy a nagykövet úr átadja a joga közösség 200 ezredik jogázójának kiáró oklevelet, úgyhogy ennyire futotta az alatt a néhány év alatt, amióta 1996 óta itt vagyunk Magyarországon. Ezt az alkalmat ragadta meg a nagykövet úr arra is, hogy december 6-án az 500. egyéves jogaoktatói tanfolyamot kiárt tanítványnak átadja ezt a jogaoktatói oklevelet. Nagyon sokan szeretik a számokat. Még nem voltam 15 éves, amikor először emelkedtem, mint pilóta a levegőbe. Utána ezt még megpróbáltam egy olyan 12 ezerszer legalább, eleinte ilyen kis 300 kilós vitorlázó repülőgéppel, majd a vége felé ilyen 180 tonnás utasszállító géppel, ami Japánba, Los Angelesbe, Dél-Afrikába, Kínába, és szóval mindenhová. A Földholt távolságnak nagyon sokszorosát sikerült végrepülni és erről nem azért beszélek, mert ez egy olyan különleges dolog lenne, hiszen nagyon sok pilóta van a világon, hanem inkább azért beszélek, hogy mi történik egy emberrel az alatt a pár évtized alatt, amit leél, milyen belső átalakulások mennek végbe benne azért, hogy egy szép napon valaki tíz évvel a repülő jogosításának a lejárt előtt a sapkáját fölagassza, és odaadja a hétszámjegyű fizetését azért a töredékért, hogy egy kis jogaközpontnak a vezetőjeként folytassa. Egy idő után az ember átmegy olyan belső változásokon, amikor a mennyiség átalakul minőségé, és egy újfajta szómi ébred föl az emberben. Ti egy nagyon szép 90 nap előtt álltok, illetve kiki -ki mennyit tölt el ebből a 90 napból, ez a 90 nap is, vagy annak töredék része egy ilyen repülési folyamat lesz nektek is. Rájöttök, hogy a második nap nem olyan, mint az első, a harmadik nap nem olyan, mint a második, és így haladunk előre. Van a jogában egy nagyon szép szutra, a joga szutrák közül az első fejezet, tizennegyedik szutrája, ami így szól: gyakorlásnak nevezzük azt, amikor valamit hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással végzünk. Ha bármelyik hiányzik ebből, az már nem számít a jogában gyakorlásnak. Mivel nem egyforma a két út, de mi már rég megegyeztünk, hogy ugyanoda megyünk, ugyanaz a végső célja mind a két közösségnek, éppen ezért egy pár gondolatot arról beszélnék, hogy mi mit csinálunk. És elsősorban a Sivánanda Joga Központ nem hindukat gyárt. A Sivánanda Joga Központ nem valami vallási intézmény. A Sivananda Joga Központ egyszerűen egy évezredes élettudományt ad át, amelynek, ha valaki az öt alaptételét betartja, akkor egy sokkal jobb magyar állampolgár lesz. Nevezetesen, ha törődik a testével, megpróbálja hajlékonyan, rugalmasan tartani, ezeket ászanákkal végzik, ezek az ászanák vagy testgyakorlatok, ezek hatnak az ember izmaira, izületeire, és hatnak egy csodálatos rendszerre, aminek még föl se ismerte az emberiség a jelentőségét, ez a belső elválasztású mirigyrendszer összekapcsolva az idegrendszerünkre, tehát egy ászana nem pusztán testgyakorlat, hozzáteszem az ősi írások, leírják, hogy ászanának nevezzük azt a gyakorlatot, amelyet egy jamáig, azaz három óráig ki tudunk tartani. Tehát van hová fejlődni mindegyikünknek a joga központban. Tehát ez az első elem, hogyan tudjuk a testünket hajlékonyan, rugalmasan megőrizni azért, hogy hosszú, egészséges életet éljünk. A második elem ebben a modern világban végtelen mennyiségű stresszér bennünket, és valahogyan ezt ki kell szabadítani magunkból, ezért mi egy három rétegű a mestereink által kidolgozott relaxációt hajtunk végre. Ez a három rétegű relaxáció először is elcsendesíti az elmét, majd utána a test minden részét pontról pontra végigmenve teljesen kilazítja, tehát ez egy fizikai relaxáció, és a végén egy megfelelő hasonlattal visszavezetődik az ember a saját gyökeréhez, a saját önvalójához, a saját időtlen tiszta tudatához, és akit sikerül ide visszavezetni, az hihetetlenül gyorsan regenerálódik. Ez a titka annak, hogy egy jogi fönn a Himalájában akár egy órás relaxációval, ilyen mély relaxációval négy óra alvást tud kiváltani. Tehát, ha a nyugati civilizációnak valami jó lehet ebből, a relaxáció is ezek közé tartozik. Foglalkozunk, a pranajámával a légzés gyakorlatokkal. A pranajáma az embernek egyrészt az elme elcsendesítésében van nagyon nagy feladata, a másik pedig így kapcsolódsz a kozmikus energiához, így leszel egyre vitálisabb és életképesebb. A negyedik, amivel foglalkozunk, az a táplálkozás. Felhívjuk az emberek figyelmét, hogy akkor táplálkozunk helyesen, hogyha olyan ételeket eszünk, és oly módon fogyasztjuk, formális étkezés keretén belül, hogy az illetőnek jó legyen ez az étkezés a testének, és békét teremtsen az elméjében. Nyilvánvalóan, ha olyan ételeket esznek, ami jó a testnek, de nem jó az elmének, akkor az embernek könnyen felborul a mentális békéje. Kérdezik persze, hogy mi ez az ideális táplálkozás, hát pont azt, amit a mi úrunk, a teremtő Istenünk a keresztény Bibliába leír. Mert nagyon sokan, amikor a jogázóknak ezt elmondjuk, akkor azt mondják, hogy mi keresztények vagyunk, hagyjuk ezeket a keleti táplálkozási módokat. Mondtam, vegyétek elő a Bibliát, olyan régen olvastátok, Teremtés könyve, egyes fejezet, 29-es vers, Isten mondá, adok néktek maghozó füveket, gyümölcshozó fákat, az légyen néktek eledelül. Sehol nincs apró betűs, ahol ez alól bárkit is felmentettek volna, azaz az, az emberiség saját magát menti föl ez a táplálkozás alól, mert nem tudja ezt betartani, de ezért lehet próbálkozni ezzel aki még esetleg mégiscsak oda nyúlna a rántott húsér, elő kell venni a ötödik parancsolatot, ami így szól, ne hőj. Visszatérve, mindenki étkezzen úgy, ahogy eddig étkezett, de azért ezt a részét olvass a Biblián. Már négy elemről beszéltem, úgy emlékszem. Az ötödik elem, amit még tanítunk a joga központban, az a pozitív gondolkodás és a meditáció. Nagyon sokan nem azt hiszik, hogy a pozitív gondolkodás abban merül ki, hogy holnaptól kezdve állandóan csízelni kell mindenkivel. Erről szó sincs. Arról van szó, hogy a pozitív gondolkodás nem a társadalom első számú érdeke, hanem a te első számú érdeked. Ugyanis ezt is kevesen tudják, hogy abban a pillanatban, amikor kiesel a pozitív gondolkodás állapotából, megváltozik a légzésed szakadozottá válik, blokkolódik, bizonyos egy sor folyamat blokkolódik a fizikai testedben energetikailag, és nem úgy működsz már, mint előtte. Ahhoz, hogy valaki tudja, mi a pozitív gondolkodás és mi a negatív gondolkodás, egyszerű csak, ha időnként ellenőrzi a légzését. Ha a légzése kiegyensúlyozott egyenletes, akkor pozitív tudatállapotban van. Ha a légzése hektikus, akkor valószínűleg vagy a mélyben, vagy a felszínen ott van önzés, testi vágyak, harag, kapcsiság, bosszú vágy, féltékenység, aggódás, félelem. Tehát ezeknek valamelyike, ezek a mi igazi ellenségeink. Nem a szomszéd, nem a kormány, nem Amerika és nem Kína. A saját Negatív gondolataink, a saját negatív érzéseink. Ezeknek megvan a jogikus kezelése, amivel ma este nem tudunk eleget foglalkozni. Az utolsó pedig a meditáció. Mi a meditációt elhoztuk ide is, úgyhogy szeretném átadni a Sivananda kézikönyv, a meditációhoz című könyvet szeretett barátomnak, Csongan Sunimnak. Nagyon szépen köszönöm mivel egy mester tanítványláncnak láncnak úgy hívják ezt a jogába, hogy guru parampara vagyunk a részei, abban a szerencsébe van részem, hogy a 39. eleme vagyok ennek a Sankarától egészen napjainkig, és az én tanítványaim már a 40. generációhoz tartoznak. Ez a mester tanítvány lánc átad egyfajta meditációs technikát, amiben sok Sokszor tíz mantra van benne, amit úgy hívnak, hogy móksa mantra. És tulajdonképpen, ha a meditációnak a titkát meg akarjátok ismerni, akkor egy kis mesével zárnám ezt az első blokkomat. Egy korombeli favágó elmegy nyugdíjba. És imádkozik az Istenekhez, mivel ott van a háza, a kertje, egyedül maradt, hogy jöjjön már egy jin hogy segítsen neki. Addig imádkozik az Istenekhez, míg egyszer csak egy óriási nagy szellem megjelenik. Uram, hívtál, itt vagyok, szolgálatodra állok. Mit tegyek? Ú, de megörül, érdemes az Istenekhez imádkozni, hát mégis megjelent. Azt mondja a dzsinnek a favágó, menj be a házba, csináld meg a vacsorámat. Ott örül kinn a kertbe, 30 másodperc múlva ott a vacsora megszólal a dzsinn, add ki a következő feladatot, különben felfallak. Takaríts ki a házat belülről. Közben elkezd vacsorázni, öt másodperc múlva. Kész vagyok, uram. Adj feladatot, különben megeszlek. Már megrémül a favágó, azt mondja, az egész kertet ást fel, veteményezzél, dolgozzál. Abba a pillanatban, hogy kiadta a parancsot, rohan a falu bölcséhez, mondja neki, ó, guru, segíts rajtam, nagyon buta voltam, rosszat kívántam, adjál valami jó tanácsot. Mester belesug a fülébe, valamit jön vissza, a Jimmá fényesíti a fogait, azt mondja, add ide a következő feladatot, különben felfalla. Azt mondja a favágó, hozd ide a világ legmagasabb fáját, Jim. Három, három másodperc múlva van a fával. Na most figyelj ide, menjél föl a fa tetejére, és utána gyere le. Utána megint menjél fel, és ezt addig csináld, amíg nem szólok, hogy abba hagyhatod. Jin elkezdett föl menni, egyre jobban fogyott, izzadt, és egyszer csak lejött a fáról, azt mondja, hogy ide figyelj, favágó, engedd meg, hogy ezt abba hagyjam, és örökre a szolgád leszek, úgyhogy nem foglak megenni. Ez a mese semmi másról nem szól, mint az emberi elméről. Az emberi elme is ilyen. A mi jelszónk a nyugati civilizációban variétáz delektát, a változatosság gyönyörköttet. Ha egyszer rájövünk arra, hogy ha egyet csinálunk, egyre mélyebben, egyre többször, egyre nagyobb átéléssel, és ennek megtaláljuk a gyönyörűségét, akkor egy szép napon a testünk és az elménk urai leszünk, majd egy szép napon meghaladói, azaz visszatalálunk önmagunkhoz, hiszen legyőztük az elménket, legyőztük a teret, az időt, az ok és okozat birodalmát, és hazaértünk oda, ahol minnyáján egyek vagyunk megköszönöm a tiszteletre emelt Omkára bevezetőjét. Nagy örömmel hallottam az ősi tanítást itt ebben a környezetben, és mindenkinek, aki a 90 napos elvonulás részét vagy egészét célba veszi és részt vesz rajta, alkalma lesz gyakorolni a hallott bölcsességet. Talán azért, mert az időrendünk minden nap ugyanaz, de egyik nap sem olyan, mint a másik alkalmad lesz a saját dzsinnedet fel és leküldeni a világfán napi 8 óra meditációval, három formális étkezéssel, és összértékben több mint két óra énekléssel, és hogyha a meditáció gyönyörűségét tapasztalod, akkor egész biztos, hogy a dzsinn még nem eléggé fáradt. Úgyhogy én csak javasolni tudom, hogy ezt a bölcsességet jó mélyen tedd el a tantienedbe, nehogy kifogy belőle, amikor azt gondolod, hogy a zen az unalmas, nem neked való, pedig te úgy értetted a videókból, hogy mégis neked való, és most valami egész mást kapsz. Ugyanis a csoki gyár nem egyenlő a csokival. A csoki gyár nem édes. Amíg csak a repülőgépben ülsz és taxizol, láthatod a kifutópályát, de amíg nem állsz oda az elejére és nem talod tövig a gázkart, addig nem szállsz fel. És úgyis még, hogyha tövig toltad a gázkart, és erőfeszítést teszel, és mész egyenesen, egyenesen, el kell érni azt a fajta V1 és utána a V2 sebességet, amivel elrúgtatsz a következő harmadik dimenzióba, és tapasztalsz. És a meghaladó bölcsesség tapasztalat nélkül nem megy. Évekig, esetleg évtizedekig olvassuk a kézikönyveket, szűrjük a bölcsességet, Megyünk tanítótól tanítóig, és egyre okosabbak vagyunk. Egyre többet tudunk az útról, amit szerintünk járunk, de a problémáink még mindig ott vannak, sőt, néha súlyosbodnak. És innentől kezdve kiderül, hogy a taxizás nem repülés, és a könyv az nem cselekvés. Tehát itt azt az utat lehet járni, amit a zenkört ismerők már hallottak szépen fölbontva, most csak röviden szólok erről, nulla fokon áll az, akinek nincs kérdése, és a világ a rossz. A világ az, amivel baj van. Az enkör nulladik fokán állandó projekció, illúzióteremtés és vaskeményénység van. De egyszer mindenki föltesz egy őszinte kérdést, és mindenki valahogy elindul az útján, és elkezd tanulni. És ahogy tanul, előbb-utóbb az ok és okozat működését is tanulja, bármint keresztül legyen a zene, fafaragás, repülés, egy padló fölmosása, egy rendszer megszerkesztése vagy lebontása, és elkezdjük a valódi működést tanulmányozni az illúziók helyett. 90 foknál rájövünk, hogy akármennyit tanulunk, akármennyit taxizunk a reptéren, tapasztalás nincs, felszállás még nem volt. Már ismerjük az összes legékisasszonyt, már megismertük a menüt, esetleg kaptunk is egy kis üdítőt, ugye, mert néha várni kell a felszállásra. De ez ma este itt a Kjolcse járművével megtörténik. Elindulunk azon a 90 napos sétarepülésen, ahol természetesen vannak leszállóhelyek, helyek, üzemanyagot kell vételezni, fel kell tölteni a raktárakat, bizonyos utasok leszállnak, aztán pedig felszállnak. De a 90. foktól, amikor látod, hogy a tapasztalást a tudás sosem fogja helyettesíteni, onnan indul az utad tevőlegesen. És az abstrakció helyett konkrétumok lesznek. 180 foknál érsz el a tapasztalás csúcsára, ahonnan tovább már akármennyit tapasztalsz, nem mehetsz, amikor tapasztalod azt az önvalót, amelynek eredetileg nincs neve, formája, jövése, menése, élete vagy halála. Rengeteg nevet adunk neki, de ezen nevek mind emberi gyártmányok, emberi projekciók, hagyományba illeszthető terminusok, és én most ezek egyikével sem élnék. Valami mással élnék. Ha ezt a hangot tisztán hallottad, akkor a 180 fok rád mosolygott. Egy pillanatra megszakadt az a gondolkodás, az a narratíva, amely az énségedet állandóan teremti. Az a fajta karmikus tehetetlenség megszűnt, amikor csak a szokásaid uralkodnak rajtad. És a dolgunk az, hogy ezt 90 nap alatt botütés nélkül is tapasztaljuk. Eszköztelenül is tapasztaljuk. A külsődleges formákon belül a lélekben, a tudatosság által tapasztaljuk. Mert ekkor tudjuk átalakítani a karmát. A 181. fok már ennek a helyes fölhasználása. És átalakítjuk azt a karmát, amely addig meg akart téged enni, de hogyha nem azonosulsz vele, hogyha félretetted az énségedet, akkor ő kezd el szolgálni valami nagyobbat, mint te, mint önmagad. És amikor rájössz arra, hogy minden karma mullandó, feltételhez kötött és tökéletlen, akkor a 270 fok rád mosolyog, mert akkor mindenre képes vagy. Át tudod alakítani a legrusnyább karmát a legszebb karmává, és a legszebb karmában sem hiszel úgy, hogy ez én lennék, vagy ez más lenne. És itt kiderül, hogy a legnagyobb alkimistának, a legnagyobb mágusnak, a legtermészetesebb taoista gyakorlónak sem áll meg a tudománya 270. foknál, mert akkor a szabadsághoz ragaszkodnál, a kötetlenséghez ragaszkodnál. És az első igazi önzetlen mozdulat az a 271. fok, amikor kiderül, hogy nem magadért teszed ezt az egészet. 90 foknál ragaszkodnál a tudáshoz. 180. foknál ragaszkodnál az ürességhez. 270. foknál ragaszkodnál a szabadsághoz, az egyén korlátlan szabadságához. De mihelyt ezt az összes érző lény, érzékszerfeszkötött lény a dualitásokba sütjett lények szolgálatába állítod, onnantól kezdve a gyakorlatod minden lény szolgálja. És ekkor szépen mész, mész tovább, és visszaérsz a 360. fokra, ahol a hétköznapi valóság számodra elnyerte tökéletes ilyenségét, amikor a dualitások egyetlen egy porcikája sem köt már, egyikben sem hiszel, mint abszolút létezőben, látod a tudat általi létrehozottságot, látod azt, hogy minden ember a saját útját járja, ha sorsként éli meg, akkor úgy, ha útként éli meg, akkor úgy. És ennek a tapasztalata az erre való rájövés, realizáció a 90 napnak a dolga, templomon belül is és kívül is. Ha segíthetünk az itteni gyakorlóknak abban, hogy hogyan tovább, hogyan gyakoroljuk, mi a gyakorlat és a minden nap élet kapcsolata, akkor itt a lehetőség kérdezzetek. Nekem az lenne a kérdésem, hogy értem az enkörnek a működési elvét, de én úgy tudom, hogy az életünk az öt fő területről szól, és akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy ez a hogy család, barátok, karrier, meg még, még kettő, ha jól tudom, hogy mindegyikre külön-külön működik ez, vagy így egyszerre a ötre? Egyszerre az ötre. Köszönöm. Szívesen. Mindkettőtökhöz szólna a kérdés és arról szól, hogy ezt az egészet hogy tudnám elkezdeni, mert én alapvetően egy olyan ember vagyok, aki nem tud megdolgozni a dolgokért, és minden folyamatosan feladok, legyen ez a tanulás, edzeni járás, párkapcsolatok, vagy bármilyen dolg, ami gyakorlást és munkát venne igénybe, és hogy, hogy tudnám így elkezdeni ezt a flót. Akarjad. Röviden az akarjad, a másik meg minden nap, az első, amit holnap reggeltől kezdje el, legyen naplód. Nálunk is, akik spirituális törekők, azok naplót vezetnek. A naplóba már előző este megfogalmazzák, hogy holnap mit akarok és mit fogok tenni. Ebben a rendszerben nyilvánvalóan neked most kis sikerélményekre van szükséged, nem kell azonnal forradalmat csinálnod, vagy nem kell elsőnek a holdra fölmenned, neked minden kis lépés egy siker. Az ezer mérföldes út is az első lépéssel kezdődik, és ha lesz egy tanítód, először is válasz magadnak majd egy tanítót, a tanító az, aki segíteni fog téged az úton, akkor, hogyha tanítvány akarsz lenni. Talán hallottad ezt a nevet, hogy Szokrátész, Szokratésznek is volt egy tanítványa, aki állandóan ott volt a mester lábainál, ismered a történetet? Platón? Ez a vízbe menős? Akkor nem az a történet. A vízbe menős az az a történet, amikor a Szokratésznek az egyik tanítványa mondta, hogy Mester, egész életemben a te tudásodat szeretném szomjazni. És akkor mondta, hogy gyere, menjünk, ússzunk egyet a cégei tengerbe, és akkor jó mélyre bementek, akkor Szokratész jó erős ember volt, szépen lenyomta a víz alá. tanítvány azt először, hogy ez valami vízi vagy valami játék, aztán mikor amikor észrevette, hogy akkor se engedi el, mikor már a levegő is elment, már elkezdett vizet nyelni, rugdosta, kapálódzott a mesterhez, és akkor szépen a mester lenyúlt, kihúzta, azt mondja, Emlékszel, hogy odalenj mennyire szomjasztad a levegőt? Azt mondja, igen, meg akartál ölni. Nem. Azt mondja, majd ha egyszer annyira szomjúzod a tudást, mint most a levegőt, akkor gyere vissza. Köszönöm szépen. Nagyjából ugyanezt akartam kérdezni, és azt, hogy mi az a kis majom, ami mindig mégis eléri, hogy konkrétan a testem elég jól jelzi, hogy mozognom kéne, és mégsem teszem. Hát, hogyha a kismajom identitására vagy kíváncsi, az minden, mindenkinek a személyében benne van, tehát nem kell nagyon messzire menni. Nagyon sok akarat és erőfejlesztő gyakorlat van. Bóthi Darmához szeretnék egy kicsit visszatérni, aki elég extrém helyzetből jött. Ő is egy ilyen csatria hercegi felső tízezerbeli karmát hozott le, és amikor Prajnatára a tanítója még Indiában természetesen meglátta ezt a karmát, akkor az első mozdulat az volt, hogy hát építs egy kunyhót, ahol majd gyakorlod a meditáció nemes mesterségét. Felépítette a kunyhót, Prajnatára meghallotta, hogy ez megtörtént, és akkor kijön, mire kiér, addigra egy vihar elmosta az egészet. És megkérdezi Bóti Darmát hogy akkor most miért hívtál ide ki? Tehát, hát kész volt! Hát kész volt! Csak elmost egy vihar. Hát akkor építsd meg újra. Jön a következő etap, elkészül. Szólnak gyorsan, mert azért messzebb lakott Botidarmától, Prajznatára, Mire odaér Pražnatára, addigra egy veszekedő ember és egy másik beleveszekedő ember lerombolják a kunyhót, mert kergetőznek és ütik egymást és megsemmisítik Bóti Darma munkáját. Prajzsatára kiér, és megkérdezi, na most meg megint miért hívtál, hát nincs kész semmi. Te kész volt, csak lerombolták. És erre mondta a szolgálónak, aki rist hozott addig, hogy hát akkor ne hozzá a Bóti Darmának rist, akit még akkor másnak hívtak. És akkor étlen szomjan felépíti a harmadik kunyhót, és az már mindent kibír, az kibírja a vihart, kibírja az összes terhelést, amit akkor rá tudott mérni ember, és akkor szólnak Prajznatárának, hogy hát elkészült a kunyhó. És ahogy meghallja Prajznatára lépteit Botidarma, fog egy rudat, és Prajznatára szeme látára szétveri a harmadik kunyhót, és megkérdezi Prajznatára, hogy miért vertett szét? Ez a te munkád, itt végre tanulhattál volna. És erre azt mondja Botidarma, a szellemnek nem egy agyakúnyhóra van szüksége ahhoz, hogy tanuljon. És akkor azt mondta Prajnatára, köves. És akkor kezdte el tanítani. Nagyon sok szerzetes rendben, nagyon sokféle próbatétel van azért, hogy a, az akarat mező, az akarat vektor megmutatkoz, hogy valójában mit akarsz, és hogyha ezt nem szeretnéd, akkor inkább ne. Az biztos, hogy a majomszerűen iszonyú okossággal és elhárító mechanizmusokkal teli rángatózó, ugrándozó elme, az előbb-utóbb zavaró lesz, tehát előbb-utóbb meg szeretnénk kötni azt a dzsint, hogy dolgozzon. De iszonyú ügyesek vagyunk, és ezért ugye a homo sapiens sapiens az a bölcsességét rosszul használja, és ezért lesz belőle pusztán okosság. Vállalj egy olyan feladatot, amiben hiszel, ami akkor nagyobb nálad a vállalás pillanatában, de tudod, hogy ez a tiéd, és azt meg akarod csinálni, és tedd meg. És előbb-utóbb, ahogy ezt a közmondás mondja, ha a tanítvány érett, akkor a tanító megjelenik. És akkor találsz magadnak tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, és akkor tudod folytatni, akkor tényleg beszervülsz, akkor tényleg fel tudsz magadból annyit adni, hogy haladhass az úton. Addig csak okosság van, addig csak ugrándozás van, és magunk bizonyítása is egyebe. És egy pillanatig se higgyétek, hogy őróla beszélek, ez mindannyiunk. És évekig, évtizedekig mindannyiunk. Egész addig, amíg a szenvedés valamilyen mértékben át nem szúrta az egó réteget, úgyhogy végre egyszerű szintén tudunk beszélni, kérdezni, helyesen látunk és hallunk. És akkor elindultunk az úton. Ez egy kicsit más téma, de azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki sokat foglalkozik azzal, hogy másoknak megfeleljen, és szinte úgy érzi, hogy ő maga el is tűnt, az is tulajdonképpen egy egoitás? Tehát abból ered? A megfelelési kényszer? A kérdés az nagyon jó, a válasz az egy kicsit komplexebb. Ez a megfelelési kényszer, ez egy kifelé fordult embernek, aki nem hisz eléggé abban, hogy ő egy az önvalóval, ezért megpróbálja minden nap olyan mértékben sminkelni magát, mindenkivel nagyon kedves lenni, mindig nagyon csinos lenni, mindenkire mosolyogni. Elsősorban azért, mert ő kifelé van fordulva, mert ha ő neki ben van, rendben van a saját belső magiával, és úgy érzi, hogy van egy kapacitásom, ebből ennyit adok a barátomnak, ennyit adok a családomnak, ennyit adok a egyháznak, és így harmóniába kerülsz az életed minden aspektusával, és képes leszel kimondani nagyon intelligensen, nagyon kedvesen azt, hogy itt a határ. Ennél többet most nem tudok. Különben ez az állandó önmegfelelési kényszer, ez az önelemésztődés folyamata, ahol egyetlen egy dologra nem lesz időd, önmagadra. Az az ember, aki valaha valakit is szeretni akar, az önmagával kezdje. És ez az önszeretet nem önzéssel azonos, hanem a szeretetet önmagadon, ha gyakoroltad, onnan tudod ezt a szeretetet kitágítani az egész kozmoszra, ha ez nem történik meg, akkor öngyűlölővé leszel, mert mindenkinek meg akarsz felelni, csak annak nem, amiért idejöttél. Ha a szolgálatot, amit a másik emberért teszel, abban a szellembe teszed, hogy ezzel te leszel jobb, te leszel értékesebb, mint ahogy láttuk itt a zongoránál játszó embereknél, azt az átélést, azt a szeretetet, azt a teljes önátalakulást, mintha egy másik ember ült volna az ongoránál, és mikor visszajött, ő nem azért játszott, mert szórakoztatni akart benneteket. Ő egyszerűen elfelejtette önmagát, és arra az időre ő lett a zene. És ha te az önvalót kezében egy ilyen hangszer leszel, akkor buthává válsz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Vajrayán a tantrák esetében nagyon sokat lehet hallani arról, meg olvasni, hogy ott a gurú szerep nagyon fontos, és hogy anélkül elég káros következményei lehetnek a különböző Vajrayán a tantráknak, a gyakorlásoknak, hogy a paramitajána esetében ez hogy van, hogy mennyire fontos a gurú. Úgy értem, hogyha csak valaki elkezdi otthon gyakorolni az ürességet, akkor az milyen mértékben mehet félre, vagy, vagy lehetséges-e, hogy esetleg abszolút rátarál az ösvényre. Minden nagy tanítónak voltak tanítói, és az ember itt is meg kell, hogy találja a középutat. Nagyon sok darma balesettel találkoztam, akik rendkívül jó véleménnyel voltak a tanról, rendkívüli komoly ismeretekkel rendelkeztek, viszont közösségben nem jártak, tanítóra nem hallgattak, és a tannak csak az írott változatát ismerték könyvekből ezt hívom népszerűen súfni tuningnak, amikor szépen leülsz a pajtában, vagy a kis szobácskádban, és akkor elkezdesz úgy gyakorolni, hogy te már tudod, hogy itt mi van. Neked már csak valami aprócska kis tapasztalás kell, de te már tudod. És ez az én már tudom a legnagyobb gyilkos. Akkor, amikor az ember tényleg nagyot csattan a falon, akkor két eset lehetséges, vagy rájön, hogy hát tényleg kell nekem tanító, vagy az egésztől elpártol, azt mondja, ez az út, ez nem nekem való, és keres valami mást. Ha túl közel vagy a tanítóhoz, akkor azt hiszed, hogy a személyiségét kell elsajátítanod. Ez a guru függés. Olyan, amikor egy pecsétet túlságosan sokáig tartasz rajta a papíron, el fog mázgálódni, át fogja ütni, ott a papír az meggyengül. A másik az, amikor azt hiszem, hogy én már tudom, nekem ne tanítson senki semmit. És akkor a pecsét nem ér oda a papírra, csak az árnyéka van rajta. És miért elmozdul, kiderül, hogy a papíron semmi nincs. Úgyhogy tanuljunk a tanítótól, ne tévesszük össze a darmát a tanító személyiségével, és az a szerencsés, hogyha megtanulod a tanítótól saját magadat félretenni az útból, mert akkor járunk az úton, hogyha saját magunkat sikerült félretenni. Én azt mondom, hogy minden egyes földi mesterség a szövés fonástól kezdve a fazekasságon, a kézi bármiféle későbbi magasabb fokozatokon keresztül csak is tanítás által sajátítható el. Mélységes arrogancia az, azt gondolni, hogy te már mindent tudsz, és neked már minden megvan, csak épp, hogy valaki még rád nem nyomta az érvényesítés pecsétjét. És általában ezek a taníthatatlan emberek, ezek néha megfordulnak különböző csoportokban, de nem azért, hogy tanuljanak, hanem hogy ismerjék már őket föl, hogy ők már buthák, megbóthishatvák, meg, meg szuperjogik vagy joginék, oké? Okay? És akkor ezek azok, akik, akik általában egy jó szemű tanítottól nagyon távol maradnak. És ahhoz nagyon-nagyon sokat kéne dolgozniuk, hogy tényleg a tanítás közelségébe kerüljenek. Ez nem a tanító személyes közelség, ez egy más dolog hogy a tanításból valamit kapjanak, mert kiderül, hogy teljesen rosszul használnák fel. Csak én építésre használnák fel, önérvényesítésre használnák fel, és nem mások szolgálatára. Tehát nálunk nagyon-nagyon világos az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Más motiváció nem nagyon van. Tehát 79. generációja van itt a Sákja óta a zen vonalvívésnek, és azóta nem változott ez az imperatívus mindenki tegye azt, amiben hisz, de ne legyen rest fölismerni, hogyha rosszul döntött, és további segítségre van szüksége. Hidd el, hogy legalábbis, és ezt nem mondom mindkettők nevében, csak ismerem annyira Omkárát, hogy egyikünk se tanít olyan embert, aki erre nem kér föl minket. Hát, hogyha nem jön oda és nem kér tanítást, akkor az nem fog megtörténni. Úgyhogy aki egyedül akar menni az úton, mert ő már tudja, akkor tegye ezt. És hogyha segítségre van szüksége, vagy tanításra van szüksége, akkor az már egy megváltozott hozzáállás. Akkor meg tud hajolni, akkor nem kell törni. És akkor befogadja a tant, aztán halad. Köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy voltam már elvonulásokon, és nekem az jelentett általában nehézséget, hogy fizikálisan az ülés hossza, és hogy mondjuk így több órán keresztül, akár így 6-8, hogy az ember egymás után, még a megszakításokkal is, így egy-két nap után így a lába, meg a testem, és így már így a fizikai fájdalom jelentette az akadályt, hogy meditálni tudjak. Tudom, hogy a zenben többféle ülésmódban, van, illetve hogy a párnákat is többféleképpen lehet használni, hogy ezzel kapcsolatban mi a, mik a tapasztalataid, és hogy mit javasolsz annak, akinek ez nehézséget jelent. Jogáz. Ezt javaslom. Jógázok. Helyes. És éppen ezért ezen az elvonuláson rendszeres joga óra lesz azért, hogy a test se legyen akadály. De a testet kifáradhat, az elméd ugyanúgy ugrándozik jobbra és balra, és a test fájdalma és fáradalma az egy köztes állapot, az el Ahhoz, hogy valaki eljöjjön egy olyan elvonulásra, ahol nyolc órákat kell apróbb részletekből összetéve, azaz négy ülésből elvégezni, erre jó, ha az ember otthon felkészül. Tehát az, hogy elmegyek egy olimpiára, azt ellenkező irányba indulok el a futóversenyen. Saját magam példáját nem vagyok nagyon büszke és elégedett magamra, sokkal többet is fejlődhettem volna ebben az életben, de mindenki az ezer mérföldes utat az első lépéssel teszi. Először 15 perceket tudtam meditálni, utána szépen fölmentem két órára, utána elmentem viakolort lerakni, úgyhogy a saját házamnál, úgyhogy ott érdeltem a földön, egy évig egyáltalán nem tudtam keresztbetett lábülésbe ülni, egy év kiesett, és utána kezdtem először egy óra, három óra, négy óra, nem bírom tovább, utána egy óra, három óra, öt óra. És öt óra fölé nem ment. A mesterem Szvámi Sivananda egy hét éves intenzív tréningbe kezdett a Ganges partján egy kis kunyhóba, ő is onnan kezdte, mint én, csak sokkal nagyobb akaraterővel, elszántsággal és emelkedettséggel, mint én. A végén 14-16 órákat meditált egészen addig, amíg ugyanúgy, ahogy a mi buddha urunk leült a falá, és azt mondta, hogy addig nem kelek föl, amíg az abszolúttal nem találkozom. Ugyanez megtörtént a mi Swami is, hogy egy szép napon átvette a tökéletes uralmat a teste és az elméje fölött. Tehát Egyetlen egy titok van, ha az ember egy elvonulásra föl akar készülni, fölkészíti magát, és az az állapot, amikor ide bejön, már kész van arra, hogy örömmel fogadja azokat a kihívásokat, amiket itt majd egyre magasabb szinten teljesít. Ez csak egy érdekesség, egy gondolat, ami sokszor felvetődik bennem, hogy az a fajta tudat, amiről mindig itt meg van említve, tulajdonképpen a, a kicsi gyerekek, illetve az állatok nem ebben a tudatállapotban vannak? Az állatok nem, ugyanis ők nem tudhatnak róla, ez zárva van nekik, tehát nem tudnak tudatosan gondolkodni. Őket hívjuk az ilyenség nélküli állapotnak, és nincs dualisztikus tudatok, nincs rálátásuk arra, hogy hogy élünk, nincs szenvedés tudat, megváltás tudat. A kisgyermekek azért érdekesek, mert ő bennük nagyon sokszor nem csak egy-két pillanatra, húzamosabb ideig megvan az, az az ártatlan tiszta szentség, amiért annyira szeretjük őket, aztán felforgatják az életünket, meg a sajátjukat is, ahogy nőnek fölfelé. És ugye legnagyobb nyugati bóthiszatvánk, a teljesen megvilágosult Jézus Urunk mondta, hogy bizony mondom nektek, ha nem lesztek újra olyanok, mint a gyermekek, nem léphettek be a mennyek kapuján. Az újra alá van húzva nagyon sokszor ugyanis a gyermek felnő. Fel kell nőnie. És a felnőttség komoly én terhéből le kell adnia úgy és annyit, hogy visszajusson ez a gyermeki világos egységtudathoz. És ez lehetséges. Ez nem infantilizmus. Ez gyermeki ártatlanság. Köszönöm szépen. Szívesen. Az előző kérdés margójára annyit, hogy az elvonulás közben a fizikai fájdalom, kényelmetlenség az nagyon hamar elmúlik. Tehát attól függ, hogy milyen a testalkatod, mennyi folyadékot veszel magadhoz, mennyire vagy felkészült. Három nap és két hét között nagyon gyorsan el tud múlni az, amit ugye tért fájdalomnak, hát fájdalomnak egyébnek nevezünk, főleg akkor, hogyha sétálsz is, nyújtasz is, ha van lehetőség jogázni, és van, akkor azt is teszed. Viszont a mentális frusztráció, a tudatnak a kihívási, az elmekorlátai, azok sokkal nehezebben haladhatók meg. És az endben erre találtuk ki a kohan gyakorlatot, a többes az itt az összes pátriárkát illeti, és azért mondhatjuk többesben, mert minden egyes interjúval újra feltaláljuk a kohan gyakorlatot, hiszen nincs két ugyanolyan kérdés, még akkor is, hogyha a 208 kohant című gyűjteményünkből rendszeresen felolvasunk kohant. Tehát a paradox, ami kiakolbúlít téged a saját kényelmi zónádból, az a legnagyobb frusztráció. Tehát már nagyon tudod az evést, már megtanultad az énekeket, már a négyszer, kétszer, ötven percet a tíz perc meditációval, ugye sétálóval, már gyönyörűen csinálod, és még mindig, sőt akkor így fehéren dühös tud lenni a tanítvány, amikor bemegy az interjú szobába, és mosolyogva azt mondja a tanító, hogy 30 százalék, gyere holnap után. Tehát ez a letisztított frusztráció, az üveghangra kihúzatott belső elégedetlenség, és ez nagyon-nagyon ki van számítva. Ez ugye a te reaktív tudatodat lásd, hogy pontosan tud, hogy milyen a felszín alatt, amit eddig nem láttál, és nagyon sokszor nem is akarunk látni. Te milyen reakciókat őrzöl? Egyszer régen, két-három éves süldőzen gyakorlóként én megéltem egy olyat egy nem magyarországi zenközpontban, hogy visszajövök egy nagyon sikertelen interjú után, ahol még egy belém is szállt a tanító néni, hogy benned nincs meg az, ami ahhoz kell, hogy ezt a kohant megold. Na, akkor aztán. És kilépek, és egy második világháborús hadszíntér jelent meg, ahogy légierővel, gyalogsággal és tüzérséggel letarolják az egészet úgy, ahogy van. És ezt így belül a film, te, mint mozdulatlan néző, szépen teríti, és egy-egy um, egy perc után így az ember rájön, és így maga zik, úristen, ennyire dühös tudok lenni arra, hogy valami nem megy. És akkor ez a rálátás, ez úgy megint csak kirobbantott ebből az állapotból, és többet nem is jelent meg. Miért? Mert sikerült rálátni. Tehát használjuk fel a frusztrációt és a kudarc élményt arra, hogy meghaladjuk a saját reaktív tudatunkat, akár a dühöt, akár a kapzsiságot, mert ha valaki másnak mondjuk nem megy, akkor kétszer annyit vesz a következő étkezésből, hogy egy kicsikét jobban érezze magát a rizs meg a zöldség miatt. Ez a kapzsiság típusú reakció. A dű típusú pedig az, amikor gyakorlatilag lerombolod az egész Földkerességet azért, mert neked nem ment valami. De ezekre nagyon jó rálátni. És ezt el is tudod engedni. És meg is tudod szüntetni az azonosulást. Szaknyelven régig satria karma. Hogyha kijön, akkor már nem vagy pusztán satria. Az lenne a kérdésem, hogy ugye említetted, hogy a jogában vannak olyan gyakorlatok, amelyek a pozitív gondolkodást serkentik, és a testi és negatív gondolatokat meg megpróbálják így elengedtetni és hogy erre tudsz példákat mondani, vagy gyakorlatokat, hogy ezt hogy lehet? Bár ugye ma már elhangzott itt körülbelül ez a mondat, önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. A Sivánanda rendszer az egy annyiban különleges rendszer itt Magyarországon, hogy bemész egy joga központba, hogy mostanában szokták mondani a, a csinos budai joga a jól szituált a jó, hölgyek, a, jó szituált hölgyek, lenni, a nagyon van. drága, Igen. nagyon drága joga központba, a mi joga központunkba, a, akik komolyabban foglalkoznak, úgy hívják ezt, hogy szádana. szádana szó, az egy szanszkrit szó, ami azt jelenti, minden olyan törekvés, amivel önmagadat teszed jobbá, például az, hogy kimész 10 percet futni, például az, hogy valakinek segítesz, ezek mind szádana elemek, amivel magadat jobbítod, magadat fejleszted, azt teszed, amiért itt vagy, a mi jóga központunkba, akik ezt a szádanát végzik, azoknak az első, ahogy Sivánanda mondja, serve, love, give, purify, meditate, realize. Az első lépése a gyakorlásnak nem kell átszanázni. Az első tanuljon meg az ember szolgálni, tanuljon meg úgy tenni dolgokat, hogy semmit nem kap érte. Mert tudják, hogy az ego első számú lebontó eszköze az önzetlen szolgálat, vagy más néven karma jóga. Ezt nagyon nehéz az embernek elfogadni. Van például egy nagyon magas jövedelmű ember a központba, aki bejön oktató létére recepciózni. És a többiek mondják neki, mikor ott ül, te mennyit kapsz ezért? Ennyire rosszul megy az üzlet? <gül> <gül> Tehát az első az, hogy serve, a másik az, hogy love. Nem azért kell a világot szeretni, hogy téged is szeressenek, a világot azért kell szeretni, mert az egész világ te vagy. Bárkit nem szeretsz, önmagadat nem szereted. Így válsz kozmikus lényé. A harmadik, give. Próbálj meg adni mindenkinek. Ha nagyon szűkös a zsebed, akkor adjál egy nagyon szép mosoly tőled, adjál egy bátorító pillantást. Ha valaki nagyon rászorul, akkor adjál neki valami olyan tárgyat, amiből neked több van. A gif szó mindenkinek, az adni szó mindenkinek a saját lehetőségei van összhangba. Utána kezdi a jogi a tisztítást, a fizikai test tisztítását, az energetikai lényét tisztítani, a mentális érzelmi lényét tisztítani, az értelmi lényét tisztítani, Azért, hogy a végén meg tudjon történni vele a meditáció. Visszatérve megint az alapkérdésre, az segítene neked legjobban, hogyha úgy viselkednél, mint egy kis kikarózott paradicsom. Most még szükséged van, hogy valaki ott legyen melletted, amikor az első frusztrációidba vagy az első kudarcaidban elesel, újra és újra bátorítson ne feledjük el, hogy egy embernek ahhoz, hogy egy új szokást ezer százalékig beépítsen az életében, ezer napra van szükség. Tehát ne szomorkodj, hogyha holnap valami új dolgot elkezdesz az életedbe, és öt napon belül nem sikerül. Akart, hogy sikerüljön. Nálunk például a repülésben azt hiszem 50 -szer kellett felszállni ahhoz, hogy valaki egyedül elvihessen egy repülőgépet. Nem a második napon mondták, hogy na most már mennyire repülni egyedül. Ha valaki gépet, akart repülni, nem azzal kezdték, hogy ilyen vitorlázógéppel lehúzott egy kört, és utána mondták neki, hogy holnap létszeres vidd el a New Yorki járatot. Hanem volt egy szisztematikus építkezés, és te nagyon hasonlítasz rám. Hasonlítasz rám abban, hogy én is Hajlamos vagyok szétszóródásra, hajlamos vagyok a természetemből fakadóan keresni a változatosságot és a rendszertelenséget, és ezt a szádanával, a rendszeres gyakorlással próbálom magamat évtizedek óta rávenni arra, hogy legyen egy rend. Ne feledd el, hogy ha házat akarsz építeni, és minden nap, csak egyetlen egy téglát teszel le a telekre, évvégén 365 téglád lesz. És ha nagyon sokáig élsz, akkor meg lesz a ház is. Építgessd ezt a házat, ahogy mondják, nézzél szét. Most már látom, választottál is egy irányt, amerre szeretné menni. Ismerj meg sok mestert, köves egyet. Tanulj meg egy mantrát és ezt az apró kis szufi mesét gyerekek elmennek iskolába, és az első napon azt tanítják nekik, hogy tanuljanak meg függőleges vonalat húzni. A gyerekek a palatáblán ott csikorog a kréta, húzogatják, és második napon kiadja a tanára parancsot, hogy most mindenki próbáljon meg kört rajzolni. Látja, hogy az egyik gyerek továbbra is húzogatja a függőleges vonalat. Megkérdezi a tanár, azt mondtam, hogy most már kört rajzolja. a tanár úr, hogy rajzolhatnék én kört, amíg nem tudok még függőleges vonalat húzni? A tanár szól a szülőknek, hogy valami baj van a gyerekkel, harmadik napon megverik a gyereket, jön vissza az iskolába, mondja a tanár, hogy most már pipát kell rajzolni. Oda megy a gyerekhez, látja, hogy húzogatja a függőleges vonalakat. A tanár mondja, hogy jobb, ha abba hagyjuk az iskolát itt gyerek úgy gondolja, hogy most már nincs is neki sok dolga otthon, se szépen eltűnik. Soha többet nem látják a faluban. Egyszer, húsz év múlva visszajön egy dalia a faluba. Gyönyörű szép alakja van, kisportolt, nagyon szép karjai vannak. Bemegy az iskolába, egy ősz tanárt lát, azt mondja, tanár úr, megismer engem? Azt mondja, nem, nem láttalak téged erre felé. Emlékszik arra a gyerekre, aki mindig csak függőleges vonalat akart húzni? Azt mondja, igen, most már dereng valami. Azt mondja, és megtanultál függőleges vonalat húzni? Azt mondja, igen, na akkor mutasd meg. Gyerek oda ment az, az a felnőtt dalia most már a táblához, végighúzta a krétát a falon, és szétnyílt. Ennyi. Köszönöm szépen. Én a családi karmával és a fájdalommal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Méghozzá olyat, hogy van olyan családi minta, amit én is működtettem pár kapcsolatban, vagy házasságon belül. Most úgy gondolom, hogy úgy élem meg, hogy már nem, hanem felülírtam, legalábbis remélem, hogy ez tényleg így van. És hogyha hazamegyek, és otthon látom, hogy a szüleim ezt működtetik, akkor nekem ez fáj. Tehát, hogy így látom, és én is szenvedek ettől. És most hallottam egy ilyen mondatot pont most szombaton, hogy hogy a fájdalom az van, de hogy te eldöntheted, hogy szenvedsz-e. De hogy az ilyen egyszerű. Ezt másról fognám meg, eldöntheted, hogy azonosulsz-e a szenvedéssel vagy sem. A szenvedés az fáj. És kész. De hogy te ezzel azonosulsz vagy sem, az a te dolgod. Honnan látod, hogy melyik pozícióban vagy? Amíg a saját szenvedésed nagyon mélyen téged és csak is téged érint. És a világ számos pontjából ezárat feléd, akkor megállt az azonosulás, és ott van, és nem változó. Honnan tudod, hogy ez benned működik, hogy újra és újra ugyanazt a hibát követed el? És hogyha föl tudtad írni a mintázatot, legalább egy pillanatra az azonosulást el kellett tudni engedni. Visszamész a szülői házba, és látod azt, hogy lenne alternatíva, de ők ezt nem választják, mert nem gondolják, nem látják, hogy van választási lehetőségük, neked már van. Úgyhogy mi a különbség a kettő között? Egy jó feltett kérdés. Egy olyan kérdés, amivel például belekérdezel a szülői karmába, és akkor megkérdezed anyát vagy apát, hogy nem szeretnétek másképp beszélgetni? Nem szeretnétek másképp cselekedni? Szerintetek van más érzelem, mint amit épp most egymás felé sugároztok? Tehát a kérdéssel lehet az azonosulást szépen lepajszerolni a tükör tudatról, mert mihelyt rálátsz, már távolság állt be a megkülönböztető bölcsesség gyönyöre, ugye? És innentől kezdve minél kevésbé azonosulsz a karmáddal, annál inkább tudod használni. Minél inkább azonosulsz a karmáddal, annál inkább a karmát használ téged. És ezen keresztül mások. Senkit nem szabad okolni azért, mert olyan életet élsz, amilyet. A karmád látása, illetve nem látása dönti el azt, hogy mennyire szenvedsz, persze és mennyire tudsz megszabadulni a szenvedéstől, amely involválja azt, hogy másokat is megszabadítasz a szenvedéstől, mert a kettő, ahogy hallottad, ugyanaz. Máson segíteni annyi, mint magadon segíteni. És magadon nem tudsz úgy segíteni, hogy máson ne segíts. Előttünk van 90 nap, akár itt a templomban, akár az ásramban, akár otthon, vagy bármilyen más dharma centerben Kívánom azt, hogy tavaszra kovácsoljuk újra azt az önmagunkat, amiről azt hittük, hogy annyira változtathatatlan. Amiről azt hittük, hogy már kész van. Nézzünk egy kicsit úgy magunkba, hogy nem a dualisztikus ítéletalkotó tudat dominál, hanem a tisztánlátás. Lássuk meg az utunkat, haladjunk a felébredés felé, és szabadítsuk meg minden lét a szenvedéstől. Megköszönöm a tiszteleteimet Ommkár a látogatását és tanítását templomunkban. Megköszönöm a figyelmet mindenkinek, és haladjunk együtt az úton. Köszönöm szépen!